Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Három tehetséges pécsi művész állt kameránk elé és mutatta be tudását. Bánki József zongorán játszott, Lakatos Mária gitár kísérettel énekelt, Bacskó Tünde pedig szavalt. Hallgassunk bele az előadásokba! Hét éves kora óta tanul zenét, a Zeneművészeti Főiskolán 6 évig zongorát és zeneszerzést hallgatott, majd 1958-ban, 28 éves korában került Pécsre Bánki József. A zongoraművész számára ezek az évek meghatározóak voltak, hiszen itt él és évekig tanított az egyetemen. A tavalyi évben 91 évesen hagyta abba az oktatást, most kameránk előtt adta elő egyik kedvenc darabját. Egész életemet végig kísérte a koncertezés, országos filharmónia szólistája voltam 15 évig a 70-es, 80-as években, és máig is, hát utolsó két koncertem az tavaly októberben volt, aztán most emiatt a járvány miatt ugye minden leállt, de rendületlenül gyakorolok, dolgozom otthon, és reménykedem abban, hogy ha itten egy kicsit konszolidálódik a helyzet, és véget ér ez a járványos időszak, hogy akkor újra szóló esteket az ország különböző részén, ahova meghívnak. Hát ugye mondom, októberben Zalaegerszegen volt például egy nagyon nagy sikerű előadással egybekötött hangversenyem, meg hát ugye itt Pécsen, itt minden évben a Liszt Társaság keretén belül is szerepelek. Hát ez az életem. Liszt minden zongorista szívéhez közel áll, és ugye ezt ő az oroszországi hangversenyein hallotta ezt a románcot, Aljabjevnek a románcát, és abból csinálta ezt a kis parafrázist. Egyébként az egyik témája az cigány vonatkozású is, úgyhogy azért is választottam ezt, hogy alkalomhoz illő legyen, de egy olyan darab, ami fülben mászó is, mutatós is, nagyon sokszor adtam életem során ráadásnak is, meg műsorba is fölvettem, úgyhogy ez a háttere ennek. Bacskó Tünde hivatása a színészet. A művésznő egyik legkedvesebb költőjétől, Ady Endrétől szavalta el a Köszönöm, köszönöm, köszönöm című verset. Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, és éles, szomorú nézéseimben. Nagyon közel áll hozzám, tinédzser koromban kezdtem bele szeretni Adiba, ez a szélsőséges szenvedélyesség, ezek a nagy érzések, meg nagy gondolatok az ő fejében, eléggé rokon lelkek vagyunk, úgyhogy hát gimnazista korom óta nagyon szeretem Adit. Van néhány vers a magyar és világirodalomban, amiről azt érzékelem, hogy valakinek sikerült szavakba önteni azt, amit én érzek és gondolok, és ez például az egyik olyan vers Aditól. Nagyon érdekes dolog, alapvetően én nem voltam vallásos akkor, amikor ebbe a versbe beleszerettem. Azt gondolom, hogy a fősőbb énnel, a mindenhatóval, a jóistennel, akkor is tud ilyen viszonyba kerülni az ember, hogyha nincs rajta a pecsét a papírján, hogy ő valamilyen felekezethez tartozik, és akkor érintett meg igazából ez engem, ez a vágy, meg ez az erő, amikor ezzel a verssel találkoztam egyszer gimis koromban. Lakatos Mária szintén zenész, több hangszeren is tanult játszani, most pedig saját szerzeményét adta elő. A dal címe Ölelj át. Sohasem újul el,
gitárt azért szeretem, mivel én régebben a hegedűnél tanultam 6 évig, és autodidakta módon átírtam a gitárra, és nekem valahogy jobban tetszett, ugye lehet rá énekelni, és egyszer kezembe fogtam a gitárt, és jártam rendezvényekre, felépéseket tartottam, és úgy döntöttem, hogy én is biztos tudok egy sárszezet csinálni magamnak. És addig próbálgattam, amíg összeütünk is az a szám, a cím az egyedül eljárt. Az inspiráció az az, hogy én már régóta egyedül vagyok, és úgy gondoltam, hogy inkább ezeket a dolgokat, a lelki dolgokat leírom, és eléneklem. Kiéneklem magamból a párdalmakat. A 100 évvel ezelőtti eseményeket, különleges pécsi helyzeteket, embereket idéznek meg a modern magyar képtáralkotásai. A kiállítási anyag pedig gazdagodik tovább, újabb festmény érkezik a tengeren túlról. Az alkotókról, eseményekről a művészettörténész beszélt stábunknak. Eszmék, háború, forradalom, avantgárd irányzatok és identitás konstrukciók Pécsen. Ezeket idézi meg a művészettörténész az 1921-es évhez köthető évfordulókkal. Olyan alkotók felidézésével, akiknek művei láthatók a modern magyar képtárban. Mit mondhatott Weininger Andor magáról, aki Karancson, a ma Horvátországban Karanac néven ismert faluban született, az otthon is Fábkántor fiaként, tehát ő azt mondhatta, hogy apám német, anyám délszláv, mondjuk bosnyák, tehát én magyar vagyok. Ugye egyébként ő itt járt iskolába, Martin Ferenc osztálytársa volt. Ne feledkezzünk meg Dobrovics Péterről sem. Ő alapította meg 1920-ban azt a pécsi művészkört, amelyikkel nekünk most itt közelebbről lehetőségünk van megismerkedni. És hát ugye egy különös történelmi évforduló is csatlakozik az ő tevékenységéhez és az ő politikai ambícióihoz, hogy 1921. augusztus 14-én a Városháza erkélyéről ő kiáltotta ki a Baranyavajai Szerb Magyar Köztársaságot. Na, ő azt mondhatta el magáról, hogy apám szerb, anyám német. És ami a legszebb az egészben, hogy egy idő után azt mondta, hogy én viszont jugoszláv vagyok. Mert hogy ennek a bizonyos 921. augusztusi szereplésnek a következtében őt 924-ben távollétében hazaárulásért, nem teljesen alaptalanul tegyük hozzá, elítélték, úgyhogy ő többet nem lépett be Magyarországra, átlépett az egyik nemzeti művészettörténetből egy másikba. De vegyük azokat is bele a történetbe, Forbát, Molnár, Weininger, akik a Weimari Bauhausban találkoztak a különböző irányzatokkal. 1922-ben megjelenik Weimarban egy konkurens. A holland neoplaszticizmus műhelyét, a De Stijlt képviselő folyóirat szerkesztő képzőművész, ugyancsak nagyon dinamikus katalizátor, egyéniség Theo van Doesburg, és egy kurzus tart a Bauhauson kívül, és oda kerül Weininger is, oda kerül Forbát is, oda kerül Molnár is. Tehát egy a Bauhauson kívül jelentkező impulzus tulajdonképpen meghatározza az ő pályájuk fordulatait. Aminek egyik eredménye például ez a kép, amit Weininger még életében ajándékozott a Pécsi Múzeumnak, ez a Death Style kompozíció. Hát én most ennek az elemzésében nem mennék bele, annyit azonban el kell mondjak, hogy ez a anno 1922-ben a Bauhausban készült kis vázlatok alapján később a 60-as években New Yorkban megfestett mű. 1923-ban Weimarban rendeztek egy nagy, mondhatjuk úgy, hogy beszámoló kiállítást a Bauhausnak, amelyik ekkor egy államilag fenntartott és támogatott intézmény volt, igazolnia kellett a működését. És a nagy bemutatkozó kiállítása azt találták ki, kiindulva egyébként az intézmény nevéből, hogy egy házat építenek, és reprezentálandó a képzés sokoldalúságát, azt ők áttól szedtik, berendezik butorokkal, festményekkel, minden egyébben. Nos, erre volt egy ilyen belső pályázat, és 1922 végén
Molnár Farkas megalkotta ezt a tervet, aminek alapján készült egy makett, és azt a makettet a 923-as kiállításon aztán bemutatták. A pécsi művészkör tagjai mondhatjuk szétszúródtak a nagyvilágban. Itt 921-ben, 100 évvel ezelőtt volt egy nagyon speciális politikai helyzetben a 18. november és 21. augusztusa között volt ez a bizonyos kisantant megszállás, amit a köznyelv amúgy nem alaptalanul szerb megszállásnak hívott. Tehát itt egy pezsgő kulturális élet volt, és ebből spricceltek szét ezek a pécsi fiatalok, akik közül néhányan visszajöttek, mint Molnár Farkas, Johann Hugo, Stefán, aki aztán végül ugye Németországban folytatta a pályáját, de Stefán és Johann később a 30-as, 40-es évek fordulóján például neoklasszicista színezettű épületdekorációs munkákat készített a pécsi temető kápolnál, szentély mozaikja itt. Stefán tervezte az üvegablakokat, Johann, és a mennyezet freskót az a Gebauer Ernő valósította meg, aki szintén ennek a csoportnak volt tagja. De nem csak festményeket őriznek tőlük a pécsi múzeumban. Itt van egy világszerte ismert butordarab. Ez Bayer Marcelnak az úgynevezett B3-as széke, pontosabban ez a hiteles neve, az ismert neve Vasili szék. Mert hogy ő ezt a Bauhausban festőtanárként működő Kandinszkijnak ajánlotta. Azóta is gyártják, természetesen ez is egy késői után gyártott darab, nagyon jó benne ülni, nagyon nehéz benne fölkelni, de világszerte jobb helyeken felfeltűnik, és akkor egy másik Kandinszkij kapcsolat. Ez a mű, amit 926-ban Dessauban készített Weininger, és amit Körner Andrástól, az ő barátjától kaptunk 19-ben ajándékba. Ez a Kandinszkij rendszert idézi, ami teljesen átment a köztudatba, vörös négyzet, kék kör, sárga háromszög. Ez pedig a következő Weininger alkotás, amelyik a pécsi modern magyar képtár gyűjteményét gazdagítja hamarosan. Ennyit sikerült bemutatni ebben a néhány percben erről az időszakról, a teljesség igénye nélkül. Kiemelve a 100 éve történt eseményeket abból a hálóból, ami a pécsi utcáktól a New York-i Manhattanig tart. Pécsről készült festményeit szerette volna bemutatni Szakácsné Kozári Piroska, de a kiállítás a novemberre egyre súlyosbodó járvány miatt csak online formában volt megtekinthető a Civil Közösségek Háza honlapján. Az idős festőművész írót nemrég otthonában kerestük fel, ahol szívesen állt kameránk elé és beszélt az életművei egy részét bemutató tárlat anyagáról, Pécshez való kötődéséről. Festős grafikus művészként rengeteget rajzolt és festett művésztelepeken szerte az országban is Szakácsné Kozári Piroska, de külföldön is, mint például Franciaországban. Számos mű készült az ott élő emberekről, különböző élethelyzetekben és főként utcarészleteket szeretett ábrázolni. Ezen kívül bőven van még tarsolyában. 14 dosszié van tele a titokrajzaimmal. Amit piacon, utazás közben, autóbuszon, a táskám mögött rajzoltam le, mert csodálatosak az emberek. Az arckifejezéseik, azok az egész személyiségét tükrözik. De amelyik pillanatban az ember megkéri, hogy üljön modellt, akkor színjátszók. Nem az igazi arcukat mutatják,
és ezért nekem rendkívül sok karakterisztikus ábrázolásom van, amit itt titokban rajzoltam, meg gyerekek szeretettel ütek modellt, szóval rengeteg van. És most szedtem össze, most leltárt készítek, hát az embernek el kell készülnie, amikor már 85. évében van, hogy számot vessen, hogy na mennyit dolgoztam, hol dolgoztam, hogyan készítettem. És hát ennek a javát szerettem volna bemutatni, de valahogy olyan zilált ennek a városnak a kézművészeti, vagy a művészeti élete. Most én nem tudom megmondani, de az jött ki, hogy nincs hely számodra. Ekkor döntött úgy, megkeresi a civil közösségek házát, és felajánlja egy kamara kiállítás keretében bemutatni pécsi festményeit. Ott pedig örömmel fogadták a művész alkotásait. Én itt születtem. Az édesapám helyi tüke volt. Itt a szegény negyedben született az Ótemető utcában. Tehát azt mondtam, akkor legalább a pécsi képeimet. Közel, hát azt hiszem, 67 festményem volt, azóta is találtam még pécsieket, meg 30 körüli grafikám, tehát közel 100-ból lett ez így kiválasztva, aminek a javát én be tudtam mutatni a civil közösségek házába. Hát sajnos, ugye ez a covidos kor miatt sokkal többen láthatták volna. Egyedi technikát használ festményeihez, melyet a pécsi képzőművészeti szabadiskolában tanítottak neki, pedig mindig úgy gondolta, az olajtechnikát kell előnybe részesíteni. Ez akkor megváltozott benne. Ahol a Geber Ernő, aki Székely Bertalan tanítvány volt, Erdősi András, aki Szőnyi tanítvány volt, aztán a Martin Ferenc tanított, felváltva tanította. Én azt mondtam magamban, hogy hát biztos, hogy az olajfestmények a legjobbak. Aztán megismertetett az Erdősi András az olajtemperával, illetve a tojás temperával, amit a reneszánsz korban találtak ki. Ez egy emulziós kötőanyag. Az a csodája ennek, hogy míg a olajképek 50 év után, 50 év alatt annyira lesötétednek, hogy le kell tisztítani, hát emlékeznek az emberek arra a botrányra, amikor letisztították a Szinyei Vesepánnak a majálisát, hogy hát tönkretették, mert hát nem ilyen színre festette, mert fokozatosan az emberek hozzászoktak, ahogy sötétedett a kép ahhoz, holott nem úgy festette meg frissen. Na, ez a technika viszont 50 év múlva is ugyanazokat a színeket mutatja. És ez egy csoda. És a reneszánszban ezt kitalálták, és ez primitív, egyszerű csak porfestékkel hozzá. Tojás, lenolaj, egy kis, és ezt, ebből egy emulziót kell csinálni, és ezt a kötőanyagot, ezt aztán most már hűtőszekrény az ember terakja, hogy nehogy megromolja bizonyos idő után, azért megromolhat a tojás tartalom miatt. De egyedüli egy dolog, hogy ezeket a képeket tartósan vizes ruhába dörgölni nem lehet, mert akkor lassan feloldódik és szépen összemosódnak a színek. Szeretett szülővárosom Pécs címmel nyílt meg még tavaly novemberben Szakácsné Kozári Piroska kiállítása Pécsett a civil közösségek házában. A tárlatot már csak az interneten láthatták az érdeklődők, mert a Covid-járvány miatt akkor már nem volt lehetőség személyesen is megcsodálni ezeket az alkotásokat.
Ismét meghirdette tavaszi erdőtakarítás elnevezésű szemétszedő akcióját a Hosszú Hetényi Turista Egyesület, amely a Magyar Falu program támogatásával jöhetett létre. Március elején legfeljebb 5 fős csoportokban a megfelelő távolság betartásával járták az erdőt a jelentkezők, hogy összeszedjék a szemetet. Hosszú Hetényből, Pécsről és Komlóról is érkeztek túrázók, cserkészek és középiskolások a HOTE Egyesület márciusi felhívására. A tavaszi erdőtakarítás akciót a közösségi szolgálat keretében is el lehetett végezni. A HOTE felkérésével fogunk most elmenni majd Zobákpusztára, és ott fogjuk majd a gyerekekkel a Zobákpusztát a Püspökszent Lászlóig tartó szakaszon összeszedni a szemetet, ezzel ápolva a környezetünket, és mint a cserkészeknek benne van a 6-os törvényében, hogy a cserkész szereti a természetet, jó az állatokat és kíméli a növényeket, és így ennek szeretném most eleget tenni. Én személy szerint már voltam így kisebb cserkészként is többször is, de az saját törzsömmel jelenleg most megyek majd először. A szemétszedő akció a Magyar Falu program támogatásával jöhetett létre. Az 5 fős csoportok a megfelelő távolság betartásával járták az erdőt, hogy összeszedjék a szemetet. Takács Ferenc a HOTE elnöke vezetésével Kövestetőn egy illegális hulladéklerakó felszámolását folytatta az egyik csapat. Autógumit, palát és műanyag palackokat találtak itt, sőt, valaki egy motorháztetőtől szabadult meg az erdőben. Egyesületünk most már immáron 6. éve szervez szemétszedést a keleti mecsekben. Sajnos a Covid helyzet miatt egy kicsit szorosak a határaink, de meg tudjuk oldani. Most per pillanat itt kint vagyunk Kövestető alatt, egy illegális szemétlerakót fogunk felszámolni, a többi túrázó társunk pedig a keleti mecsek túrós útvonalain szedi a szemetet. Egyesületünk a keleti mecsek, mi vagy Hosszú Hetényi Turista Egyesületként szerepünk, a keleti mecseket érzi szívügyének, itt szedi esetek többségében a szemetet. Mondhatjuk azt, hogy nem nagyon szemetes már a mecsek, megvan a kultúrája, hogy a túrázók nem nagyon szemetelnek, de viszont ebben az időszakban most a pandémia miatt egyre több ember van kint a természetben, és így ezáltal valahogy felhalmozódik a szemét mennyiség, ami kint van. A frekventált útvonalakon szedjük a szemetet, a dél-dunántúlkéket, a piros sávjelzéset, a sárga sávjelzést és a zöldsávjelzést is, a legfőbb turista útvonalakon szedjük, illetve az azokat összekötő útvonalakon is. Pályáztunk a Magyar Falu programra, és hál' Istennek mondhatom, sikeresen nyertünk is. Az éves programunkat támogatja a Magyar Falu program. Havi túra programjunk is lennének, de azok sajnos a Covid miatt elmaradtak. Itt is el kéne, talán mondhatnám azt, hogy el kéne halasztani, de nem merjük ezt már megtenni, mert ennek a szemétszedésnek most van itt az ideje. Most még nem olyan nagy a cserje a növényzet, hogy látjuk a szemetet, meg tudjuk bonyolítani ezt a programot. Későbbiek folyamán a tolnán kifelé már nem lenne sikeres ez a program. Takács Ferenc elmondta, hogy az összeszedett szemetet a Turista Egyesület szállítja el. A hulladékradar mobil alkalmazás segítségével pedig bejelentik a veszélyes hulladékot, így hatékony intézkedéseket lehet tenni az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása érdekében. Ennyi volt már a Képtár közéleti kulturális magazinműsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!